Sziasztok, én Kőházi Csaba, ingatlan befektető vagyok. Ennek a videónak a címe, a kapacitásunk többszöröse legyen a piac méret. Nagyon érdekes, én először az online katapult könyvében találkoztam egyébként ezzel, hogy ők igenis nézték, hogy mekkora a piac méretük, és hát nem tudom miért hagyták abba, én sajnálom, mert tényleg nagyon jó tudásanyaguk volt, de azt igenis nézni kell. El is felejtettem mondani, hogy ugye én írtam az Ingatlanos Álmok című könyvet, enyém az Ingatlanos Álmok Klub, illetve Udemy-n is van oktatóanyagom. Ők ezt nagyon ügyesen a könyvükbe egyébként leírják, hogy hogyan nézed a piac méretet. Ha most te gyártasz valamit, van valamilyen kapacitásod, akkor igenis legalább a kapacitásodnak a kétszerese legyen a felvevő piac, mert akkor könnyedén el tudod adni. És ez nagyon fontos, hogy te bármit csinálsz, ugye végén mégis csak el kell adnod, egyébként akkor is, ha nem szereted, vagy nem szeretsz eladni meg az olyan ról is, hogy ott eladni meg tukmálni az árudat. Azt azért ne felejtsd el, hogy az emberek imádnak vásárolni, viszont utálják, ha eladnak nekik. Ezt meg kell találni azt a irányt, a hangsúlyt, hogy szeressenek tőled vásárolni. De igenis kell nézni piac méretet, piac összbevételt. Ezt az Optánról nagyon könnyű lekérni egyébként, mert megnézed, hogy hány cég van a piacodon. Nagyjából le lehet kérni most már azt is, hogy a piacodnak az összbevétele mennyi. Tényleg meg tudod nézni, neked ebből mi van, mit csinálsz, mit gyártasz, mivel foglalkozol, mekkora a méreted, ugye, hogyha csak helyben akarsz, most például Győrbe akarok valamilyen cipészetet nyitni, ahol nyitok, akkor megnézem azt a részt, hogy igenis ott hányan laknak, mekkora a felvevő piac. Tehát, hogy igenis, amikor kezdesz most már valamiben, igenis meg kell nézni, hogy mekkora az a piac méret, és azt is meg kell vizsgálni, hogy eltart-e téged. Azért nem egy olyan városi rész és belvárosi rész van, Győr az most még nem ilyen, ahol olyan drága most már az alkalmazott, hogy sok esetben a tulajdonosába, tehát ugye ő se akar egész nap ugye dolgozni, meg robot, meg stb. Senkinek se tetszik, de nagyon nehéz kitermelni, és egyre nehezebb kitermelni egyébként ugye ezeknek az embereknek a bérét. Jó? Tehát erre én azt mondom neked, hogy igenis tessék odafigyelni, ha vállalkozást akarsz, vagy vállalkozást csinálsz, mert nyilván szerelemből is, ahogy én is, bele lehet ugrani, aztán csinálni lehet, de előbb-utóbb az ember eljut arra a szintre, és ezért van az a videó, mert én hiszem, hogy te is el fogsz erre a szintre jutni, hogy ott már viszont a szerelmen egy picit túl kell nézni, és egy picit tudatosabban kell csinálni, tudatosabban kell építkezni, és azt is meg kell nézni ilyenkor, hogy tényleg a jó helyen vagy azzal, amit te csinálsz. Hogy lehet, hogy te jó dolgot csinálsz, csak rossz piacra mész ki, vagy fordítva, ezeket igenis meg kell nézni, meg kell vizsgálni, mert megettelsen az egészet, ha itt mellé nyúlsz, nagyon sok időt, energiát belefetszölsz, és a végén csak a csalódás marad, de azért nézed engem, hogy ugye nyilván ne ez legyen, jó? Úgyhogy, ha javasolhatok valamit, bármi, amit te szeretsz csinálni, igenis nézd egy piac méretet, akár világméretű piacméretet, vagy akár csak helyben, ahol vagy a kis faludban, vagy városodban, ott is igenis nézzél piacméretet, mert egy kis üzlethez én azt mondom, ha csinálsz egy kis akár kulcsmásolót, én azt mondom, ott legalább 2000 ember, aki téged el fog tartani, tehát annyi bevő jöjjön, menjen nálad valamilyen szinten, lakjanak ott annyian, akkor inkább így mondom, tehát legalább 2000 család, akkor eltart. Tehát ezért érdemes piac méretvizsgálatot csinálni, mert ha csak 500-an laknak ott, akkor az nem biztos, hogy eltart. Ha csak nem minden hónapban mindenki, vagy minden pánban tőled vásárol, de ha ilyen időszakosabb terméked van, akkor ezt igenis nézni kell. Most elég bő ez a téma, tehát ezt a vállalkozás alapjai tanfolyamon szoktam egyébként leoktatni. Az 2 napos, és még lehetne 3 napos is most már, egész röviden. Jó? De én azt mondom, hogy egy ilyen piac méretvizsgálatot igenis csinálj, hogy van-e felvevő piacod, mert ha van, és az a többszöröse annak, amit te tudsz, akkor én úgy gondolom, hogy picit ügyesebb vagy, akkor meg fogsz élni. Jó? Erről szólt ez a videó, úgyhogy kérnék egy lájkot. Szia!